Magyarország lovagvárai Írta és helyenként költötte Mikszát Kálmán Drégej! Szép helyen áll! Jobbra az egymást sűrűn váltogató hegyvölgy képezte hullámok fölött, látni Nógrád csúcsát, a Dunára dűlő hegyeket, Masszáj széles bérceit, a környék menkőfogóját szandát, a bujáki magaslatokat, s a sötét mátrát. Innen át balra kéklenek a vesztelcei hegyek, melyek félkörben kanyarodnak le a Csabragi hegycsoport délkeleti sarkáig a vár elébe. Hogy mikor épült Drégej, teljesen a homályba vész. Először bukkant fel a neve, midőn Albert király odaajándékozta Dénes esztergomi prímásnak. Azóta a prímások birtoka, s igen jókarban tartják. Bél Mátyás szerint két várból állott, a külsőből és belsőből. A belső bekősziklából vált, oly szűk ajtó vezetett, hogyha két őr elállotta, sem kijönni, sem bemenni nem lehetett rajta. Az udvar százöles. Kőből kivágott kútatta a vizet, a várak eme becsesi 1552-ben Ali, a vitéz budai vasa, bevévén Veszprémet, győzelem ígéri a szultányának. Addig nem nyugszom, míg Egert is be nem veszem. A szultán visszaizente neki, az lesz a legszebb boglár győzelmi koszorúdon. Tehát Egerre fájt az alifoga, de előbb Egernek a segítő várait kellett meghódoltatni, hogy aztán nyitva legyen az út. Drégej ellen indult. Drégejnek abban az időben két parancsnoka volt, Szondi György és Békefalusi Gergely. Az utóbbi szerencséjére nem volt otthon, vagy hogy szerencsétlenségére, mert ma talán az ő nevét is költők balladái tennék fülbe mászóvá, dicsővé az utódok előtt. Szondi volt csak otthon. Mihelyt az ellenség érkeztét megtudta, összehívatta a várbeli asszonyokat, gyermekeket. Ti pedig készülődjetek fel, és hagyjátok el a várat, hogy semmi se legyen útban, hogy semmi se puhíthassa meg szíveinket. Szedték a cókmókot, asszonyok, gyerekek, csak két kis apród, Szondinak kedvence veté magát a vezér lábaihoz, hagyja őket mellette. Nem lehet, mondá szigorúan a vezér, mert nehéz napok jönnek, nem nektek, gyermekeknek valók. A várat nem adjuk oda, csak a halálunk után. Mégis engedj minket jó bátyánk melletted, könyörgött a két szeszke fiúcska. Jó, hát maradjatok, kedves cselétkéim! És a homlokán csókolta mindkettejüket. Másnap már ott volt az ellenség, nagy hívvel kezdvén az ostromot, ám bár, mint Tinódi énekli, négy ágyúja, hat tarackja neki csak vala. Nemigen lehetett jól fölkészülve, mert az első osztromok nem sikerültek, sok török veszett el, s egészen hasztalanul. A hatalmas falak sértetleneknek látszottak. Már-már kifáradt az ali türelme, midőn sátrába jelentkezik Piger nevű orosz falvi varga. – Mit akar a kutya hitű úr? – kérdezi a basa kedvetlenül. – Talán az én bőrömet akarja kicserezni. Erővel veled akar beszélni, kegyelmes úr, mondá a szolgálattevő tiszt, Tahír aga. Mondd neki, hogy nem érek rá. Beszélj el neked, mit akar. A varga elégedetlen volt odakünn a válaszsal. Sok idejébe fog az a vasának kerülni, hogy most rá nem ér. Közöld velem, jó ember a dolgodat. Úgy, Láttad már azt, te vitézaga, hogy egy turbánt valaki a lábára húzott volna szandának? No, azt ugyan nem láttam. Hát én sem mondhatom el a lábnak, amit a fejnek szántam. Az aga dübe jött. Ejnye pokorra való tisztátalan állatja, s kihúzta a hangzsárját. Mindjárt a fejedet viszem be a fejhez. Szerencsére éppen a basa jelent meg az ajtóban, s inté, hogy eresszék be a vargát. Mit akarsz? Röviden beszélj. Hatalmas basa. Tudd meg, hogy az én apám kőműves volt. Ő építette a vár egy részét. Boszorkánymester volt, mert úgy építette a falakat, hogy a faltörőkos, az ágyú is nem árt nekik. A vöröshajú varga vigyorgott. Okos ember volt az én apám, mert egy helyütt olyan gyengére építette, hogy egy óra alatt tönkre tehetnéd. Ne fecsegít nekem a pádról, gazdkutya, hanem mondd meg, hol az a gyenge hely? Hát igen, uram, de ez nekem az örökségem. Beláthatod, hatalmas vezér, mindent belátok. Annyi aranyat kapsz, amennyi a bőrödbe fér ha igazat szóltál. Esküszöm neked Allahra. A varga megnevezte a kapu alatti tornyot, leírta annak építési gyöngeségeit, s fontos rendeltetését a várbeliekre nézve. Megjelölte pontosan a helyet, ahonnan, mint a kártyavár, rögtön összeomlik. — Jól beszélsz, varga. Miféle származás vagy? — Német vagyok. Na, hát maradj csak itt a táborban. Megkezdjük az ostromot a te fecsegésed szerint. Ha nem jól talál elsülni, arra az esetre is megkapod az útra valót. Nyomban neki Ali az ágyúkat a kaputoronynak. És igazat mondott a varga, a torony, melyet kétségbe esett, nem védelmeztek szondi katonái, kis idő múlva összeomlott, maga alá temetvén Szondi sok katonáját, s legvitézebb alvezérét, Zoltait. Ezzel el volt dőlve a vársorsa. Ali csodálkozott, hogy Szondi nem adja meg magát. Várt egy kis ideig, aztán megsajnálta. Kár volna azért a derékvitézért. Nosza, küldjetek el az oroszfalvi papért. Márton... Az orosz pap nagy diplomata lehetett, mert nem csak szondit értesítette fehér kendő lobogtatással az ellenség állásáról, hanem az alibizalmát is bírta. Eredj, te becsületes pap, Szondi Györgyhöz, az én képembe. Mondd meg neki illő szavakkal, hogy kár volna az ő életéért, adja fel a várat, ha már nem védhető. Amíg védhető volt, bizony nem üzentem, Vitéz a vitéztől nem kívánhat gyávaságot, arra nem bíztatja, de mire való az oktalanság a hősködésben? Elindult Márton, pap, Szondi jó kedvel fogadja. Éppen te kell lesz most, Márton, jó barátom, az ég hozott ide. Az ég hozott, de alig küldött, és átadta az üzenetet, saját ráveszélő tehetségét sem kímélve. Szondi a fejét rázta. Ali becsületes ember, hanem én is az vagyok. Az üzenet, amit hoztál, nem ér semmit, hanem azért mégis jó, hogy eljöttél. Meggyóntatsz bennünket, akik még életben maradtunk. Talán csak nem veszi az egyház rossz néven, tette hozzá a rettenthetetlen hős tréfálkozva, hogy a török követnek gyóntunk meg. Mikor az oroszvalvi pap meggyóntatta a várbelieket, még egyszer megkérdéje. Semmit se üzen kegyelmed Alinak. De igen, naplemente előtt ott lesz az üzenetem. Azzal elbocsájtván Mártont teljesen elkészült vitézeivel a halálra. Ami becses értékes dolog volt a várban, olyan, mely valamiképp az ellenség erejét növelni, összehordatta az udvaron egy garmadába, és meggyújtatá, szép kevé paripáit elővezetteté, és egyenként átdöfte ne üljön azokon soha ellenség. Majd kiválasztotta sok közül két török foglyot, felöltözteti őket drága ruhába, és sok ajándékot adván nekik, rájuk bízta két apródját. Menjetek Alihoz! Mondjátok meg neki a nevemben, hogy én a halálra készülődöm. Nevelje fel két kis apródomat, kemény katonának. Jobb kézre nem bízhatnám. Ali naplementéig türelmetlenül várta az üzenetet. Észrevette a nagy füstoszlopot, mely a várodvarán gomolygott. Vajon mi lehet az? Végre jelentették, hogy valami küldöttség közeleg a várból, két férfi, mindegyik egy gyereket vezet. Mikor Ali megérté a várkapitány üzenetét, kibudjan szemeiből a könyv, s végig folyt hosszú deresedő szakállán. Odalépett a két fiúhoz, megsimogatta őket gyengéden, és a sátrába vezette. Fölnevellek benneteket, úgy, ahogy ő akarta. Kemény katonáknak, keresztényeknek, magyaroknak. Most aztán megindult a roham teljes erővel a vár ellen minden oldalról. A halál órája ütött. A résekhez vitézek, vezényelt Szondi, kemény tűzzel fogadva a tóduló ellenséget. A falakra, a falakra! Felosztotta kis ded seregét, hogy ide is, oda is jusson belőle. Menjünk a más világra, de egy-két törököt mindenikünk vigyen. Ő maga a kapuhoz rohant a legbátrabbakkal. Úgy küzdött, mint egy kinizsi. Egy golyó a térdét találta. Fél térre rogyott, de a kezének nem volt semmi baja jobbra-barra osztogatta vele a sebeket. Mind erősebben hangzott az Allah, egyre halkabban a Jézus, míg végre teljesen elhalt az utóbbi név, halálos hörgéssé válván a haldoklók ajkain, csak az Allah harsogott egyedül. Allah maradt a győztes. Szondi is ott feküdt holtan a várkapu előtt, sebekkel elborítva. Fejét épp most viszik Ali elé. Íme, itt a várkapitány feje. Ali katonásan tisztelgett a fejnek. Derékvitéz volt, mondá a meghatottság reszkető hangon, és kezével az ellenben levő hegyre mutatott. Temessétek el oda, testével együtt. Tűzzetek a sírjára gerejt és zászlót. És azóta ott a hegy tetején aluszik a nagy hős, Világhírű Zrinyi Miklósnál egy csöppet sem kisebb. Sírját vadméhek döngik körül, s nevét édes dalok ültetik át a szívekből szívekbe, emberöltőkön keresztül. Világ végéig len. Elesvén az őrség, aliék vonultak be a várba, de a törökök savanyú arcot vágtak, mert zsákmányolni való nem volt. Uram, szólt a varga, odafurakodva a basához, most már engem is elégíts ki. A basa megvetőleg nézett az árulóra, s intett két csausznak. Amit ígértem, megkapod. Azt ígértem, hogy annyi aranyat kapsz, amennyi a bőröd befér. Üssétek agyon tehát, és nyúzzátok meg. Majd meglátjuk, mennyi fér a bőrébe. A Csauszok megfogták az orosz vargát, kapálózott, csikkart, rúgott, harapott, de hasztalan. A basa parancsát teljesíteni kellett. Varga uram bőrét lenyúzták, kikészítették, és a basa megtöltvén színültig aranyjal, elküldi a majszterné asszonyomnak orosz Drégej negyven évig maradt török kézen, míg nem Páfi Miklósnak vér nélkül sikerült visszavennie. A török őrség közelettének hírére elfutott, szabad prédának hagyta. Sőt, mint akkoriban mondták, a vár negyven év alatt váracsot szült. A törökök Drégei védelmére egy palánka nevű kisebb várat építettek egy szomszéd hegynyelven az ipolyhoz közel. Most ez is a páfi kezébe jutott.